Na, halló, baló, üdv innen újra Dark Souls 3, vissza az időből. Na hát, ahogy Ádámnak írtam ott a kommentbe, tényleg újra kezdtem az egész karaktert, úgyhogy hát igazából itt most van egy pár dolog, ami az előző Karimmal nem volt meg. Többek között most nincs varázslóm, szóval semmilyen spellt nem tudok venni, mert Orbeknek nem lett leadva egyetlen egy scroll sem, mielőtt az Abyss Watchers meghalt, szóval ez most így nincs. Piro az megvan, Irina megvan, a Greyret ő szintén itt van, Yuriát ugyanúgy megöltem, illetve ugyanúgy Astora, Bandit's Knife, kettő darab Lothric Straightsword, és a Rozáriás questet csinálom, valamint Ciristőt megöltem, nem is olyan régen. Na és akkor mivel a komplett Irithyll ugye kimaradt nekem, akkor most onnan folytatjuk, és akkor hát most így bepótolom akkor Pontifot, és akkor a következő rész lesz az, amikor már a Nameless King jön. Úgyhogy akkor innen indulunk. Pontifnak a kutyáját azt itt ugye leszettem, úgyhogy az megvan. Meg hát akkor most itt Kraytont kell megtalálni majd, illetve akkor Pontif. Na, úgyhogy most az Astorával megyek ugyanúgy tovább. Amikor itt jártam, akkor már plusz 9-es volt, most csak plusz 8-as. De már most nem akarok elmenni csánkokat farmolni, szerintem így is jó lesz. Na és hát kíváncsi vagyok, hogy sikerül majd, mert az előző menetben ugye negyedjére meg lett, de. Hát majd most kiderül. Ó, mondjuk ide lehet jobb lenne a Bandit's Knife-ot hozni, mert fiúk nagyon jól érzik itt magukat. Ja igen, és akkor így most ugye nincsen se Chaos, se Dark Infuse, mert se a Giant Call. Ujjajjaj. Bajok. Nagy bajok. Szóval se a Giant Call nincsen, meg se a Profaned Call. Ugye ahhoz le kell menni Jormhoz, meg Anor Londóba ugye majd visszaeljutni. Szóval most úgy minden ilyen semmilyen nullás. Na, akkor Bandit's Knife-val indulunk neki most ennek a történetnek. Pontifot meg akkor megpróbálom majd a... Hát vagy az Astorával, vagy esetleg megpróbálom kihúzni a Lothricot. Na és hát ugye ez a komplett rész, ami hát így újdonság itt a Darkba. Ez az egyből az Anor Londónak ugye az elővárosa, amire így rá lehetett végig látni, de nem lehetett bejárni. Azt most itt ugye a Dark 3-ba behozták teljes egészében, bejárható tereppé. Ami tök jó, mert fullosan illik így a Dark 3-ba lényegébe, ami hát valamilyen szinten így a DS1-nek a lore kiegészítése. Szóval sok újat úgy nem ad hozzá, hanem inkább így a régi sztorihoz valamilyen plusz kiegészítést. Úgyhogy ez tök jó, hogy itt megcsinálták. Alapvetően nem egy hosszú terep, de hát elég jó elemiket raktak bele, többek között majd itt mindjárt kettő Fire Witch. Nekik ugye a fegyójuk is baromi jó, ilyen nagyon különleges, egyrészt egy ilyen közelharci fegyver, másrészt meg egy ilyen kataliszt is. Most nem emlékszem, szerintem spelleket lehet vele kasztolni, bár ez az én esetemben sose derül ki, mert mint mondtam, Orbeck nekem nincs. Úgyhogy amennyi kis csóri spellem van, az így annyi, amennyit így a terepről összeszedtem. Meg amit ugye Júriának a kis csatlósa árult, azt, hát abból egyet-kettőt azt megvettem. Na de itt viszont pikpak, pikpak. Jövünk, megyünk. Illetve ugye ez az az egész terep, ami ugye ez a Gwyneverr, Gwyndolin, Gwyn terep. Illetve a Dancernek és Wardnak is itt mászkál ugye a két szelleme, ők ugye alapvetően innen Irithyllből származtak. És ha jól emlékszem, akkor ők vannak úgy ott, hogy őrzik az átjárót. Itt Pontiff előtt. Meg ha jól rémlik, még talán azt olvastam, hogy alapvetően Pontiff lett volna ugye a fő bossa ennek az egész játéknak, még így, amikor tervezgették a dolgokat. Aztán végül ugye valamilyen úton módon így tovább szőtték a sztorit. De nem tudom már most pontosan, ezt nagyon-nagyon régen olvastam, de arra kifejezetten emlékszem, hogy Pontiff lett volna a főbossz. Ami amúgy illett is volna a játékba, mert egy baromi jó
Jó, boss. Ó, ez Mária, komolyan mondom már, amikor ide bejövök ilyen sarkokba. Na nem, 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 nem. Spam, spam, spam. Hát barátom, te azzal az egy HP-val ott. Ezt zárjuk rövidre. Na és akkor itt ugye vannak pár ilyen rejtett falak, meg rejtett átjárók, többek között ugye az első az itt. Itt található, és egy tök jó spa van itt, amit meg lehet szerezni. Hasonló, mint a... Hát az Elden Ringben ugye, amit a Mogwin Palace-nél lehet megtalálni, az a flyos történet, a bleed-es. Na hát itt a DS3-ban is van egy ehhez hasonló. Majd itt mindjárt a mamitól meg is szerezzük, és ugye ehhez itt így lehet eljutni. Meg ez itt a shortcut lényegében ide-vissza előre a bonfire-höz is, vagy hát, hát nem is shortcut, de tehát egy visszajáró. Na és akkor itt maminál vannak a fontos dolgok, amik nekünk kellenek. Hát ez tulajdonképpen ugyanaz, amit ők csinálnak. Ami így lekövet. És akkor, ha betalál, akkor ugye bleed-el. Kicsit lassú. De egyébként elég jól el lehet vele szórakozni, szóval nem egy rossz pá. Alapvetően egyébként ez az egész rész itt egy ilyen tök jó invét terep volt, ugye itt nem sokára átmegyünk, amit már az én a következő részemből ugye láthattunk is, a Gang City. Ez ennek itt egy ilyen tök jó felvezetője, hát itt is baromi jó volt régen rohangálni. Főleg itt a Firewitch-ek miatt, mert nekik ugye elég messzire el is ér ez a tüzes baromsága, ami van. Nekik ugye a komplet ouch szettjük kifarmolható, megmondom ezzel az Immolation Tinderrel együtt. Amúgy baromira szeretném használni ezt a fegyót. A weapon artja az egy ilyen tüzes cucc, hasonló, mint amit ugye ők csinálnak itt veled. Megmondom ezt, hogy ez közben egy kataliszt, és ez baromi jó kis különleges fegyó. Nincs is más ehhez hasonló ebben a játékban, csak ez. De ezt mondjuk örülök, hogy beleraktak egy ilyen különlegesebb dolgot is, nem csak ez a távolsági közelharci, hanem egy ilyen köztes állapot is van. Ja, Istenem, most eszembe jutott, hogy min kell itt megint átmenni. Na jó. Na hát lassan megérkezünk Kratonhoz. Ő ugye be fog invédelni majd nem sokára minket. Ja igen, illetve csinálom ugye az Unreal questet tovább. Remélem, hogy... Aha, igen, igen, igen. Na ő ugye itt vár minket a Jóska templomba. Kapunk tőle egy gyűrűt. Na és akkor itt van az a pont, ahol választanunk... kell, hogy ugye csináljuk-e tovább az Unreal questet, vagy pedig ugye júriázunk. Na most az én esetemben a Júria quest az már ugye alapvetően nincs, mert Júriát ugye megöltem a Dark Drift miatt, ami amúgy baromira nem kell, de mindegy. De egyébként ez az a szobor, amelyik ugye, ha nem szedjük le, akkor ő utána megy Ari után, és akkor megöli, és akkor úgy lehetne végigvinni a Júria questet. Viszont ha őt most itt megfogjuk és leszedjük, akkor ezzel ugye megmentettük Anrit, és ez jár ugye azzal, hogy kétszer szedhetjük le Aldrichot. Egyszer bemegyünk ugye Anrihoz segíteni neki, egyszer pedig leszedjük saját magunknak. És akkor onnantól kezdve, hogyha Anrinak segítünk leszedni Aldrichot, akkor vége van az Anri questnek, megkapjuk ugye a kardját, az egy ilyen baromi jó dexes fegyver, és tulajdonképpen ezzel bevégeztetett. Na igen, ez a proof, ez ugye itt nem sokára megnyitjuk a Dark Moon Covenant-et, ugye majd, hogyha elmegyünk Jorskához, és ez az egyik olyan item, Covenant item az egész játékba, amit talán az egyik legfárasztóbb, vagy rosszabb kifarmolni. Ilyen, hát 1-2% drop rate-je van papíron, szerintem kevesebb, minden túlzás nélkül 30-ot ebből összeszedni napok. Vagyis hát nem kell 30, már csak 29, ugye? Egyet ad a játék, de... Lényeg, ami lényeg, Kraton itt van, és őt azelőtt kell leszedni, hogy Pontiff meghal, úgyhogy... Őt egyébként le lehet itt ejtetni, majd azt is próbálom, ahogy szoktam. Ha meg lenne most a Force Miracle, akkor itt csak simán elég lenne leforszolni, és akkor le is esik, de... Hát Kraton nem egy hálás ellenfél, úgyhogy a fegyója baromi jó. Ezt használtam is, azt hiszem akkor, amikor
valami blezdes karaktert csináltam, ugye teljes egészében ilyen lightningos, fétes történet volt. Hát ez baromi jó volt. Low level karakterhez is nagyon jó, ez miért nem lett backstab? Meg úgy mindenhez. Elég igénytelen fegyver így statügyi szempontból, úgyhogy jó, gyors is. Damage-e is nagyon király. Na, egyébként itt nem fogok most mindent bejárni. Többek között itt balra el sem megyek, mert ott csak három kutya van, meg valami. Valami teljesen érdektelen item. Hanem megyünk egyből ide le, és most nagyon gondolkozok rajta, hogy itt ezt a terepet takarítsam-e ki, vagy nem. Ugye ott fent innen látszódik, van is egy láda, abban a Jorska Spear van. Egy elég elhanyagolható Spear, alapvetően nem sok jó Spear van, ugye legalábbis szerintem így a DS3-ba. Most azért elmenni annyira nagyon nem éri meg, más nincs. És annyira nagy kerülőt nem is tudnánk ezzel a tereppel itt csinálni, úgyhogy szerintem én itt megfogom, lefire-bombozom a fiúkat, és akkor haladunk tovább. Hát ez majdnem. Majdnem úgy történt, ahogy ezt én kitaláltam. Na. Csak vagy 2-3-at akarnék leszedni. Mert ugye innen, hogyha közéjük ugrasz, akkor megfogják a lábadat, aztán utána már csak pislokhatsz. Jó. Na, még egyet. Sucs. De egy kis izé vagy. Na, jó, tudjátok, mit megyünk. Jó, köszönjük, vége van. Távozási. Itt meg kettő kis láthatatlan kis izé. Kis fogdosós. Na, és akkor még itt visszafelé megyünk, mert itt van egy rejtett fal, ami mögött van egy... Vagyis mindjárt itt visszafelé megyünk. Ugye van itt egy Crystal Lizard, meg egy Blood Gem. Még itt a fánál. Crystal Lizard az azt hiszem itt van. Lehet hallani, ahogy csilingel. Nem. Nem, 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 nem. Ah, jó, oké. Na, és akkor megyünk itt, még leszedjük. A mamára kell célozni. Aha, igen, erre a kis sikítós izére, mert ez aktiválja be az összes többit. Hát most már mindegy. Lényeg, ami lényeg, Blood Gem megvan. Azt majd egyébként gondolkozom rajta, hogy a Bandit Knife-ra rá fogom tenni. Le fogja vinni a fizikális sebzését, mint az állat, cserébe a Bloodot felhúzza, úgyhogy hajaj, úgyhogy... Lényegében a Bandit Knife-ot amúgy se a fizikális damage miatt használom, hanem Blood Build-up miatt, úgyhogy azt majd szerintem megcsinálom. Csak ahhoz is szerintem a Giant Skull kell, vagy valami ilyesmi. Vagy a Profaint, nem tudom, de tudja, hogy nem tudok még Blood Infuse csinálni. Na, akkor ezzel itt megvagyunk. És a Croki az már ugye nem fog jönni. Őt leszedtem a hídon. Hát meg most már visszaváltok az Astorára, használom egy kicsit ezt is. Hanem. Itt egy Miracle van még, amit ugye érdemes felvenni, a Great Hill, hogyha jól emlékszem. Itt egészen oldalt el van dugva. Na és ami még itt fontos, hogy ugye csinálom a Zigward questet is, és ezt a questline-t itt lehet a legkönnyebben, meg a leghamarabb elrontani. Ugyanis itt ugye két felé lehet menni. Jaj, már jönnek ezek a izé póktestűek. Ugye itt be lehet menni az Irithyll Dungeonbe is, meg lehet menni felfelé Pontiffhoz. És az út az inkább a dungeon felé adja magát ilyen természetes úton módon. Viszont, hogyha oda mész be először, és beaktiválod a Bonfire-t, ami ugye egyből ott lesz, ahogy bemész, akkor a Zigward questednek konkrétan annyi. Ugyanis vele először is itt Pontiff előtt kell beszélni. Egészen addig, ameddig ugye el nem alszik, meg nem kapott tőle azt a kis korsót. Na, ha az megvan, akkor csak utána lehet menni az Irithyll Dungeonbe. Nyilván, hogyha ez a questline nem fontos, tehát ugye arra van a dungeon, és erre van Pontiff. Na és hogyha fontos ez, ami amiatt jó az Zigward quest, hogy ugye kapsz érte a végén, hát egyrészt megkapod ugye a szettjét, másrészt meg van mellette ott egy slab is, ahol ugye ő be van zárva a cellába. Azt nem tudom mondjuk, hogy az a slab az alapvetően ott lenne akkor is, hogyha Zigward nem ül ott bent, de ha más nem, tényleg a szettje miatt
érdemes ezt végigvinni így. Na és ő ugye egyből itt lesz bent a kis konyhába, majd mindjárt bejutunk csak. Kicsit sokan vagyunk. Plusz egyes maminak. Na és akkor ugye először itt kell vele beszélni. Ha ez megvan, akkor utána egyből lehet menni az Irithyll Dungeonbe, és akkor lényegében az már ott az utolsó fázisa ennek az egész questline-nak. Ja, hát igen, meg ugye itt kapjuk meg ezt a Miracle-t, és ez ugye a Force-nak egy ilyen upgrade-elt verziója. Ez ugye annyit csinál, hogy így ellöki az ellenfelet. Hát ez inkább PvP-be jó egyébként. Vagy mondjuk, hogyha valaki szakadék szélénél nem figyel, stb. Tök jó összerakni a Chameleon spell-lel, hogy ugye lerejted magad valami bútor darabnak, vagy ilyesminek. Nem látják, hogy hol vagy, vagy mit csinálsz. És akkor nem abból, tehát nem úgy jössz ki az animációból, hogy mondjuk rollolsz, vagy ilyesmi, hanem elnyomod a Force-t, és akkor az úgy baromi vicces. Ilyen nagyon létráknál jó ezt csinálni. Szakadék szélén. Hát meg ilyesmi. Ilyesmi helyeken volt ezt érdemes mívelni. Na hát ez itt pedig már ugye egy ilyen emlékeztető, vagy egy ilyen... hát tényleg emlékeztető lényegében a DS1-re. Ugye a Guinevere részre, Ornstein Smog, ez az egész hely erre hajaz. Ugye itt is szedjük fel a fegyverüket. Egyrészt a Smognak ugye a kalapácsát, Ornsteinnak szerintem a spearjét, és akkor ugye a Divine Blessing az, ami a Guinevere-re utal ennél a résznél. Hát nagyon szívesen elnyomnám a True Combo-t az Astorával, de Black Knight barátunk ezt nem így gondolja. Na, jó, meg is vagyunk. Na szóval ugye itt ez a rész, ugye, és ahol pedig ugye Aldrich-sal küzdünk, az pedig ugye maga az az aréna, ahol a DS1-ben Ornsteinnal és Smoggal küzdött. Ja igen, a Leoring az az, ami az Ornstein. Ez ugye Smog, ez egyértelmű, és ez pedig ugye a Guinevere referencia a játékban. Hát meg ez már ugye egy ilyen előrevetítés is, hogy úgy nagyjából terep szinten mire számíthatunk, hogy ugye Anor Londo közelek, stb. Szóval ez egy ilyen tök jó kis rejtett utalás. Na, itt most fel kell kötni a bugyit rendesen, mert 6 millió kutya, plusz egy invader mindjárt. Ugye Júriának, hogy nem csinálom a questline-ját, itt be fog a Londorséd mindjárt invédelni. Legalábbis be kellene. Aha. Hát megjött. Ajaj, csak látnám, hogy hol van. Á, jó, már jön. Őt is le tudom ejtetni egyébként, most gondolkozok is rajta, hogy meg kéne csinálni, de... Van itt ugye egy lift, és... Aha. Ott tök könnyen... Le lehetne őt dobni a mélybe. Ja, hát igen, ő ezekkel a klókkal jön. Meg... Ezeket a Darker spelleket kasztolja. Non-stop egyébként. Na de barátom. Egyszer kapjalak el ezzel a Bandit Knife-val, véged van. Ajaj. Na pontosan ezért szeretlek én inkább téged leejtetni a fenébe, oda, ahova való vagy. Aha. Nézd meg, mekkora egy spammer. Hallod, nagyobb spammer vagy, mint én. Hallod, barátom? Fut. Azt órázni kellett volna. Na mindegy, így is meghaltál. Na és ugye ez a fegyvere, amit most megkaptunk. Na de, most már legalább békességben haladhatunk tovább. 865 millió kutya következik, nagyjából ennyi lesz most az elkövetkezendő 2 percbe. Meg a végtelen Spam. Na de mindjárt itt vagyunk annál a liftnél, amit mondtam. Az ugye egy shortcut visszafelé a Jorska templomba. Ami egyébként itt kell is, mert... Hát itt egy alacsony szintű karakterrel végigjönni egy igazi rémálom.
talán az egész játékban ez az egyetlen olyan terep, ami tényleg ilyen baromi necces nagy kihívás, hogy át tudsz-e rollolni, vagy nem, mert itt minden. Meg hát ugye az invéder. Na igen, és akkor ugye ez az a lift, ahova be kell jönni, feljössz, ő utánad szalad, és vége van. Vége van az invéder életének. Jó. Ja igen, itt majd még lesz megint egy rejtett rész. Ugye a mögött van egy gyűrű, azt hiszem a Magic Clutch Ring, ha nem tévedek. De majd mindjárt kiderül. Hát ide nem jövök be, mert itt nincsen semmi, hanem eljövünk ide. Ja, tényleg most már megvan a cica gyűrű. Majd be is fogom tenni. Mert... hát ott majd a Norlondó előtt azért fogok vetődni. De azt már nyilván nem veszem majd fel újra, szóval a következő rész az tényleg az lesz, hogy baromi nagy ugrás, és akkor a Nameless King-től folytatjuk tovább. Ja igen, innen lehet látni egyébként a rejtett falat. Ugye ott van az a fal, és akkor mögötte az item, és akkor nagyjából abból lehet így kikövetkeztetni, hogy az ott egy ilyen átgurulható történet. Ez pedig az egyetlen olyan pontív csatlós, akinek a kezébe itt van a kassa, tőle lehet ezt kifarmolni. Ami egyébként baromi jó, kis frostos téma, de egyedül ő használja, úgyhogy itt őt kell terrorizálni, hogyha ez kell. Na barátom, csinálsz valamit, mert feljön a hold. Sucs. Ja igen, egyébként így most emiatt, hogy újra van kezdve az egész karakter, nincs szoknyám. Szóval... szóval kedves Alex, ha ezt hallod, nyitott lennék egy... egy másikra, ha nem probléma, mert... innentől most már ezzel a karival fogok majd tovább menni. Nem pedig a régivel. Szóval, hogyha lenne kedved ledobni nekem, akkor azt újra elfogadnám. De az se baj, hogyha nem. Majd megszerzem magamnak, de... de hát a fashion... a fashion... hát te honnan a túróból élted ezt túl? Hallod, barátom? Nem ám. Na, kinyitottuk a shortcutot vissza a Jorska templomba. És még itt nagyon minimális... elintézni valóink vannak. Többek között itt ehhez a pontív harchoz ugye, ha visszük az unrequestet, akkor őt is be lehet hívni segítségnek. Valamint ugyanazt a csávót, amelyiket az Abyss Watchershoz be lehetett ugye hívni, mindjárt mutatom. Azt hiszem ez a Gotthard, igen. Ő ugye, ha nem kaptad meg a gesture-t az Abyss Watchers előtt, akkor itt meg lehet még szerezni, hogyha esetleg valakinek ugye az achievement kellene, ez pedig itt ugye Henri. Hát én itt most egyik őjüket sem fogom behívni, de még itt ide eljövünk. Egyrészt itt ugye ezt az itemet felszedjük. Ez ugye itt meg a Nameless King-nek a gyűrűje, illetve itt lesz a titkos fal, ahonnan láttuk azt az itemet. Igen, és akkor ez a Magic Clutch Ring. Ezek a clutch ringek egyébként baromi jók, ha jól emlékszem, ilyen plusz 30% damage, ugye az adott elementre, cserébe egy baromi nagy mínusz defense, de lehet, hogy nincs 30% damage, hanem 30% damage reduction, tehát hogy mínusz védelem, és 15% plusz damage, valahogy így ki van ezt találva. Lényeg, ami lényeg, ha mind a három clutch ringet felveszed, vagy négyet, akkor már ilyen mínusz 100, mit tudom én, hanyas, 110-120-as defense-ed van, ami eléggé durva. Na jó, megpróbálom perizni Pontifot, most már ugye itt vagyunk. Hát Cestus-szal, az 100%. Aztán meglátjuk, hogy sikerül. 4-ből 2-szer sikerült. Ennyit tudok mondani. Nem ma volt. Meglátjuk. Csak úgy látom, hogy most utánam szaladt a fél pálya. Hát ez nem jó. Na barátom. Nem.
Mert igazából le se kellene ezeket szedni, azon gondolkozom, mert pont if ugye nem indul meg addig, ameddig te nem indulsz meg felé, szóval nyugodtan be lehet menni a templomba, és akkor átöltözni, felbuffolni. Be is megyek inkább. Na jó, hogy nézzem, mi van itt. Ezt lehet, hogy ki is cserélem most ezt a gyűrűt. Mondjuk. A Hornet Ring az ugye most nem jönne rosszul, ha sikerülne leperízni. Ez ugye critical damage-nél, vagyis a critical sebzésnél ad plusz damage-et. Szerintem bent tartom ezt. Na és akkor mit is kéne? Mondjuk nézzük meg a lightningot. És kéne valami stamina plusz fire resistance és magic resistance az mindenképpen. Hát ami nincs, nem baj. Nem baj. Jó, szerintem ezzel így köbben meg leszünk. Meglátjuk. Mi sül ki ebből, meg hogy le tudom-e perizni. Ó! Oh. Hát baromi jó vagyok. A damage ügyileg most nem ájultam el magamtól. Ez az előzőnél jobb volt, ott fél HP-ra levittem. Hallod, barátom? Ez nem... Ez már nem tetszik nekem. Vidd én annak is klónodat. Ajna. De milyen jó védelmem van már. Mitől? Ugye ideális esetben az lenne a legjobb, ha egyszerre tudnám eltalálni mind a kettőt. Amúgy csak azért healelek vissza, mert ugye kapom a plusz damage-et full HP-n. Ó, oh, oké. Okay. Azt tudom, hogy valamit itt még le lehetne perizni neki. Lehet, hogy ezt amikor így fentről jön lefelé témát, de azt nem most fogom bepróbálni, ezt már most előre mondom. Na. Ajajaj, az one shot volt, barátom. Nem értem, hogy miért kritikáloztam ennyire keveset, most tényleg ezen gondolkozom. Ennek baromira nagyobbat kéne sebezni ennek az asztórának így. Mi a túró van ezzel? Vagy nézem meg a Bandit Knife-val. Annak 110-es a kritje. Most nagyon elgondolkoztat ez. Biztos vagyok benne, hogy az előző karimmal, amikor csináltam, ugye bement a Perry Ripost, és 50% HP fullosan mínusz volt. Hát ez szomorú. Ez szomorú. Na jó. Nézzük meg újra. Ajaj. Ja, na menjünk. Jajajaj, várjunk már még egy pillanat. Várjál, Pontiff. Oké. Na, ez most jó volt így. Ez nem. Hát ez se érjen el, barátom. Ajaj. Bajok. Baromi nagy bajok. Kéne valami magic resist. Mert ez kemény, hallod? Jó.
Nem, nem, nem. Ajaj. Ezt nem szeretem. Na, hívjad elő a csatlósodat. De egy csótány vagy, Pontif. Na, szavasz. Na, gyűrű, gyorsan visszacserélem. Na jó, ez most legalább így másodjára lement. És mind a kétszer sikerült perizni. Na, 53 ezer forintot már azonnal szedjük vissza felfele. Na jó, oké. Akkor ez így igazából... egész hamar meg is lett. Na jó, most már megnyugodtam, akkor megvan Pontif. Hozzá teszem ezt is akkor az előző részekhez. És akkor a következőben, hát mivel itt már most nem megyek ki Gang City-zni, mert már Gang City-ztem, akkor jelentkezem a Nameless King-től, és akkor hát megpróbáljuk ezt a komplett terepet kitakarítani, de azt most ebben a részben nem fogom elkezdeni, mert az baromi hosszú, úgyhogy az legalább egy órás történet, azt meg most így nem szívesen csinálnám. Na jó, akkor köszi szépen a mostani figyelmet, és akkor ezzel a karival haladunk most már a továbbiakban majd tovább. Na és akkor további szép napot, vagy szép estét nektek. Sziasztok!